Az Élet csodaszép című élő rádiójátékot, a kőműves Kelemen rugballadát, a Hert és a Hamlettet is láthatja a közönség a Pannonvár Színház új közszínházi évadában, de a teátrum két új gyermekdarabbal is készül. Szorosabbra fűzi kapcsolatait a Veszprémi Színház, valamint a Pannon Egyetem modern filológiai és társadalomtudományi kara. Ez is elhangzott a Pannonvár Színház évadnyitó társulati értekezletén. A teátrum folytatja a rendőrséggel közös bűn és baleset megelőzési programjait, de nagy hangsúlyt fektet a jövőben is a társadalmi szerepvállalásra. A fiatal generáció identitáskereséséről, a hippi kultúráról és a vietnámi háború elleni tiltakozásról szól a Her. A Pannonvár Színház által új dalszöveg fordításokkal, új szövegkönyvvel színre vitt darabot a nyáron már láthatta a közönség, de ezzel a produkcióval indul a teátrum új közszínházi évada szeptember 28-án Veszprémben. 236 előadással és 88 ezer fizető nézővel zárta az elmúlt színházi idényt a Pannonvár Színház. Csak a nyáron 51 előadást játszottak. Erről számolt be az évadnyitó társulati értekezleten a teátrum igazgatója. A hagyományos az, hogy 5 előadással állunk a felnőtt és az ifjúsági nyugdíjas közönség elé, de lesz a pici gyermekeknek is 2 új bemutatónk. A Kalózkaland és a Szép, a Szende és a Szeleburdi, mindegyik ős bemutató. És hát lesz egy határon túli kapcsolatunk a Szabadkai Színházzal, újfajta kapcsolatot szeretnénk a Pannon Egyetemmel kiépíteni, és az egész, amit oly sokszor elmondtunk, az Európa Kulturális Főváros szellemében valósul meg. Aktívabban próbálunk beilleszkedni a városba, és a törekvéseink azok, hogy a város kulturális intézményével szorosabb kapcsolatot ápoljunk. Szorosabbra fűzi kapcsolatait a Pannonvár Színház és a Pannon Egyetem modern filológiai és társadalomtudományi kara. Erről már a kar dékánja beszélt a társulati ülésen. Navracsics Judit elmondta, elképzeléseik szerint közösségszervezésen a kommunikáció és médiatudományok, valamint a mentálhigiéné és közösség és kapcsolatépítő szakokon tanuló hallgatóik a színház munkáit, valamint AKF projektjeit is segíthetik a jövőben. A teátrum folytatja a rendőrséggel közös bűn és baleset megelőzési programjait is, de a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi szerepvállalásra. Együttműködünk a rendőrséggel, egy rendőrségi játék megvalósítása, továbbfejlesztésében az egy több megyén átívelő előadássorozatot fog majd megérni, és hát az egyik legfontosabb kezdeményezésünk a főpróba bérlet, ahol a mentálisan és szociálisan hátrányos helyzetűek látogatnak hozzánk, ki már 3. éve a családsegítő, Veszprémi családsegítő szervezésében. A város nevében Némedi Lajos alpolgármester köszönte meg a társulat munkáját és gratulált a színház eredményeihez. A Pannonvár Színház színészgárdája egyébként változatlan létszámmal kezdi meg az új évadot, produkcióikban tehetséges fiataloknak is lehetőséget adnak majd.